Vérző sérültek hevertek a földön Budapesten a 8. kerületben. Körülöttük mindenhol szétszóródott műanyagkannák voltak, amikből gyanús anyag szivárgott. Ez persze csak egy gyakorlat volt, amellyel egy éles veszélyhelyzetre készültek fel a katasztrófavédők és a Semmelweis Egyetem. Patkára szaladt kis teherautó, szétszóródott szivárgó műanyagkannák, nem éppen megnyugtató jelenet a belváros közepén. A bámészkodóknak talán csak az tűnhet fel, hogy a baleset sérültjei az októberi hidegben mind-mind egy nagy darab kartonpapíron fekszenek, így várják, hogy a tűzoltók, mentők megérkezzenek. Persze gyakorlatról van szó, a hideg földön fekvő sérültek statiszták. Hogy ez a háttérben levő kis teherautó itt közlekedett, balesetet szenvedett, és emiatt megsérült az autó, és kihullottak belőle különböző kannák, és ebben számunkra ismeretlen veszélyes anyag, megsérültek a kannák, és kifolyt. A forgatókönyv szerint a kannákban veszélyes formaldehid volt. A kiérkező mentősök így, ha mindez a valóságban történik, komoly bajban lettek volna. A tűzoltók ezért annak rendje és módja szerint ki is küldték őket a veszélyes zónából. A tűzoltók a sérülteket a biztonságos zónába vitték, majd beazonosították a veszélyes anyagot. Ezután következhetett a semlegesítés, amely jelen esetben két nagy zsák homokot jelentett. A gyakorlatban nem csak a tűzoltók vizsgáztak, a szomszédos Semmelweis Egyetem is bekapcsolódott a szimulációba. A forgatókönyv szerint a kifolyt veszélyes anyag miatt úgynevezett elzárkózást kell végrehajtani, vagyis az egyetemen be kell zárni ablakot, ajtót, és ki kell kapcsolni a szellőztetést. Ennek a klinikánknak két emeletén járóbetegellátás folyik. Járóbetegellátást is csökkentettük erre az időre, és a Magyar Vöröskereszt imitátorai segítenek abban, hogy azért mégis egy valós helyzetet, valós tömeget teremthessünk. A gyakorlaton a három sérültet ellátták, a kifolyt károsanyagot semlegesítették. A vészhelyzet alig 20 perc alatt véget is ért.